Köszönöm szépen akkor a lehetőségét itt a Drog Reporternek, és harmadikként itt ebben a sorozatban akkor én beszélnék az ártalomcsökkentő tippek hazai ekifogyasztóknak című témáról. Dr. Móró Levente vagyok, és mint itt említésre került, Finnországban szereztem meg a PhD-met. Leginkább a dát.hu Magyar Pszichedelikus Közösség szerkesztőjéként tevékenykedtem itt Magyarországon, illetve a Dát 2 Psyherb ártalomcsökkentő csapatnak vagyok a tagja. Ezekhez az intézményekhez fog kapcsolódni a témám, és a Petya előadásában említve is volt a Multidisziplináris Társaság a Pszichedelikumok Kutatásáért, ez az amerikai szervezet, ennek a magyar egyesületében vagyok szintén elnökségi tag. A mai előadás körülbelül 4 téma lesz, egész pontosan 4. Az első rész az parti ártalomcsökkentésről fog szólni, utána a tablettatesztelést nézzük meg, mint egy elég fontos ártalomcsökkentő lehetőség vagy módszer. Utána a tabletta adatbázisokat ismertetem egy kicsit, hogyan működnek, miről van szó, illetve ártalomcsökkentési tippeket, amit mindenki saját maga tud, saját magán, illetve hát az ismerősein is valahogy végrehajtani. Az MDMA-ről egy előzetesen egy nagyon jó történelmi áttekintés után csak a hazai helyzetről egy kis számadat, 15-ből. Az MDMA az relatíve elterjedtnek számíthat Magyarországon, a második legelterjedtebb illegális anyag, a kannabisz után természetesen. A 18-64 éves populációban 4% az elterjedtsége, ez egy életprevalencia, tehát a 18-64 éveseknek a 4%-a próbálta ki valamikor élete során az MDMA-t. A fiatalabb felnőtt populációban ez természetesen nagyobb, ez 7,3%, illetve van mindig külön egy felmérés a 9-10. Iskolai évfolyamról, tehát ez a 15-16 évesek. Itt két számadatot találtam, ilyen 2,1-3,6%, ami azt jelenti, hogy azért már 18 év alatt elkezdik az MDMA használatot a magyar populációban is, és akkor ez hát a leginkább a buli közönségben teljesedik ki a fiatal felnőtteknél. Magyarországon a lefoglalt tabletták mennyisége egy olyan 80 ezer darab volt, ez 15-ös adat. Hát ez relatíve kevésnek számít ahhoz képest, hogy ugyanebben az évben más európai országok voltak, ahol mondjuk egy 4 millió darab volt a lefoglalás. És egy érdekes adat még a tisztaságról, vagyis az ecstasy tablettában található MDMA-nak a tartalma az 40 és 210 mg között váltakozott, az átlag az 112,2 volt. Itt majd ki fogok térni rá, mert ez egy fontos rész, hogy ez a 210, ez most egy elég utóbbi idők jelensége. Igazából erről volt már szó, hogy ez a másfajta prekurzor miatt megnőtt a hatóanyagtartalom is. A kontextus, amiben hát leginkább használják az MDMA-t, ez lehet, hogy sokaknak ismerős, biztos itt, és hát nem tudom, hogy lehet, van lenne ilyen gép, ami rá tudna nézni az emberekre, mondjuk egy ilyen nagyon részletes pupillateszt, ami így kicúmolna, akkor valószínű érdekes dolgok lennének, viszont később az a helyzet áll elő, hogy még folytatná az ember nagyon szívesen ezt a bulizást, de kezd befáradni, úgyhogy egy eléggé természetszerű dolog, hogy azért mégsem megyünk aludni, sátorba vagy haza, hanem valami mást kell kitalálni ebbe a parti közegben. Itt viszont belép a parti ártalomcsökkentés, mint minden szer használatával kapcsolatban, amiből itt gátlástalanul fogom reklámozni a saját parti szerviz csapatunkat, a Dát 2 Psyhelpet, aminek azt hiszem, hogy több prominens tagja is jelen van. A Psyhelpesek, kérem, emeljék fel a kezüket, hogy lássam. Igen, tehát ők vigyáznak rátok, illetve egymásra jut a magunkra. A csapatról annyit, hogy végül is pszichedelikus ártalomcsökkentéssel foglalkozunk, Goa és Psytrance bulikon és fesztiválokon, tehát nem mindenféle műfajnak a zené, hanem kifejezetten ez a műfaj, ahol kifejezetten a pszichedelikumok használata az jellemzőbb. 2013. június óta létezik ez a csapat, körülbelül 50 önkéntesünk van, két koordinátorral, és hát most már 180-on felül van az események száma, ahol részt vett a csapat. Budapest az körülbelül 70% ezekből az eseményekből, de voltunk több külföldi fesztiválon és partin is, illetve már képzéseket tartottunk, hasonló csapatokat képeztünk ki 5 országban. Látszik még ez a kis felszerelés, itt ez, amit viszünk bulikra, és osztogatunk vizet, ropit, szőlőcukrot, információt és egyebeket. Erről szintén lesz később szó még.
Ez azért releváns ez a parti ártalomcsökkentés, mert itt találkozunk olyan esetekkel, amikor tényleg a terepen tényleges emberek tényleges extazi tablettákat használnak, és különböző állapotokba kerülnek. Hát ezeket lehet tipizálni, időrendi sorrendben kezdve, először a szerv felfutásakor vannak olyan történések, amiben a beavatkozásunkat igénylik. Sokszor van az, hogy éhgyomorra veszi be valaki a tablettát, illetve úgy jön el a buliba, hogy nagyon fáradt, mondjuk dolgozott aznap, és akkor még eljön este bulizni, úgyhogy közben nem pihent, meg rohanás volt az egész. Ilyenkor lehet az, hogy egyszerűen a állapota miatt nem lesz jó a felfutás, és olyan is lehet, hogy mondjuk egy kicsit kihánja a tablettát, vagy úgy általában ilyen nagyon furcsa lesz az egész, tehát hogy nem adja neki ezt a végülis az MDMA feelinget a tabletta. Ez kombinálva is lehet azzal, hogy túl nagy az első adag. Hát van, aki szemmértékre méri ki, hogyha mondjuk kristályos MDMA-ról van szó, egy sötét buliban, homályos sarokban, az azért annyira nem milligram pontosságú. Illetve, amire szintén ki fogok térni, hogy a tablettákon azért van egy osztóvonal, itt most nem felezőt raktam, mert van, amikor már harmadoló van, vagy ötödölő a tablettákon, de hogy ha van rajta, akkor azt érdemes megfogadni, azt a tanácsot, hogy osszál. És ez van, amikor nem történik meg, és nem lehet tudni, hogy ugyanarról a tablettáról, hogy esetleg ez egy erősebb széria. Használat közbeni történések, a túlhevülést mindenképp meg kell említeni, ezt még csak fokozza az, hogyha stimulánssal kombózik az ember, koffeinnel, vagy amfetaminnal, vagy egyéb stimulánsokkal, akkor még erősebben jelentkezik a túlhevülés. Hát izzadság, verejtékezés, izomrángás, feszültség, stb. Lehet a tünete. Kiszáradás is van használat közben, tehát néha látszik, hogy embernek mondjuk a szája már kb. Cserepes, vagy habzik, vagy egyéb nem annyira szép kinézetű dolgok, de tehát ebből lehet következtetni, hogy kevés vizet ivott, amit rögtön lehet orvosolni is. Vizelési nehézségek egy érdekes dolog, ezt szokták kérdezni, hogy jaj, mi bajom van, amikor akarok pisilni, de így nem jön. És ezt ilyenkor hát meg lehet nyugtatni az illetőt, hogy ez egy természetes dolog, az amfetamin, MDMA, ilyesmik azok összehúzzák a húgyhólyagnak a belső záróizmát, és ezért úgy nem jön olyan tempóba a vizelet, mint ahogy kéne, tehát ezzel nincs olyan nagy gond, majd kimegy a MDMA, és akkor utána könnyebb lesz a pisilés. Lejöveteli problémák, illetve hát esetek, általában ez az elfáradás, de ez a crash típusú, amikor valaki gyakorlatilag összeesik, mert már annyira kipörgette magát, és nem evett, nem ivott, széttáncolta magát, és akkor egyszerre hát így esik le az energiaszintje, ekkor is azért kell egy kicsit pátyolgatni az eseteket. De a másik probléma, amikor nincsen elfáradás, amikor valaki már annyira rajta van, hogy már így nem tud lenyugodni, folyamatosan pörög, ez egy... Hát szokott lenni ilyen buliba vagy partiba, amikor leáll a zene, és az illető még mindig táncol rá. Ezekre mondjuk a sör és pizza kombót szoktuk ajánlani általában, tehát hogy egyen jó nehezen igyon egy sört, és akkor elrelaxál, lenyugszik. Ezek gyakorlati esetek. És utóhatásként viszont beszoktak számolni nyomottságról, tehát ugye nyomott hangulat. Na, erre kitérnék egy kicsit. Ez a nyomott vagyok az MDMA utóhatásaként típusú történés, amikor meg kell kérdezni, hogy igen, te hajnalig reggelig bulisztál, utána délelőttig délutánig aftereztél, alvás hiányban vagy, teljesen kialvatlan, csillezés helyett a kötelező vasárnapi családi programon kell részt venned, hétfő reggel be kell menned a munkába, ahol a egyik futószalagról pakolod a másik futószalagra a dobozokat, és nem barátok, társaság, közösség élményben vagy, hanem ezek hiányában. És akkor vajon miért vagy kicsit nyomott hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, mindaz idáig, amíg a következő buliba nem tudsz megint relaxálni. Akkor térjünk rá, tehát ezek végül is, amit egy csapat tapasztala a bulikban, tehát ilyen típusú esetek vannak, nem annyira nagy problémák általában, mondjuk a stimuláns kombóból eredő túlpörgés az talán így a legveszélyesebb, vagy hát legkockázatosabb. Tabletta adatbázisok. Szerencsére sok kedves szervezet ad közre olyan adatbázisokat, ahol mások által korábban fogyasztott tablettáknak a fényképei szerepelnek, illetve a tapasztalt hatásoknak, tehát a szubjektív élményeknek a leírása. És ezek adatok
de ezt szintén nem lehet egyáltalán ilyen szentírásnak venni, mivel hogy ilyen jellegű az egész tabletta piac, hát a tablet az ecstasy tablet az azt jelenti, hogy valami, aminek van egy bizonyos formája, színe, és van rajta valami logó, és ennyi, és akkor van benne valamilyen hatóanyag. De figyelembe kell venni, hogy egy időben több széria is futhat ugyanabból a tablettából, ami majdnem teljesen azonos színe van, vagy logó ugyanaz, vagy az alakja ugyanaz, de lehet, hogy teljesen eltérő hatóanyagtartalom van benne, sőt az is lehet, hogy teljesen eltérő anyag van benne. Tehát nem MDMA feltétlenül. A tabletta színének a megállapítása az eleve nehéz, tehát itt sokat problémázom rajta én is, amikor beküldenek a mi adatbázisunkba, hogy akkor most valamilyen színűnek mondta az illető, de hát ott a fényviszonyok meg a kamera beállítások nagyon kihatnak arra, hogy milyen színűnek látunk valamit. A színérzékelés egészen más, az emberek a bizonyos szín teljesen másnak mondanak, mint más emberek, tehát hogy ezek nem standard dolgok, illetve hát a szavak, amit a színekre használunk, azok is teljesen eltérőek, úgyhogy ez egy elég nehéz ilyen szubjektív adatbázist létrehozni. A népszerű tablettákat esetenként után lehet nyomni, és azzal úgymond hamisítani. Hát ez elég egyszerű dolog, a legegyszerűbb tablettanyomás az körülbelül olyan, hogy eBay-ről meg lehet rendelni a legjobb ekiknek a fém nyomólemezét, és utána végül is a MDMA kell hozzá, meg kötőanyag kell hozzá, meg egy cső, abba belerakjuk a port, rárakjuk ezt a nyomófejet, rájtünk egy kalapáccsal, és kiesik a tabletta. Tehát ez egy legolcsóbb verzió, az ilyen, persze aztán vannak már a profik, amikor már tekerni kell a gépet, és akkor az így nyomja, vagy hát még tekerni se kell, mert áramba be van dugva, és akkor már pörgeti ki a tablettákat. De hogy az a lényeg, hogy ez igazából nem egy olyan nagy kunszt, tehát hogy ezek hozzáférhetőek, ezek a utánnyomó lemezek, és ezért végül is bárki készíthet bármilyen porból, meg kötőanyagból magának tablettát kis élelmiszer színezékkel. Tehát nem egy high-tech dolog ilyen tekintetben. Említettem már a úgymond saját adatbázisunkat, tehát ez a dat.hu-n van ez az ecstasy tabletta adatbázis. Ha jól emlékszem, ez már 2004 óta ott van. Itt szerepel is, hogy 3562 beszámoló szerepel 1362 különböző tablettáról. Tehát ez már tényleg régóta fut folyamatosan, és mint látszik itt a szín logó és a forma alapján lehet rákeresni tablettákra, és ott látszik, hogy esetleg furcsa hatású, illetve hát három dolog látszik, MDMA hatású, furcsa hatású vagy veszélyes hatású, illetve teljesen hatástalan kamu tabletta, ez a három kategória van. Az adatbázisnak az a célja, hogy a furcsa veszélyes hatású tablettákat kiszűrjük belőle. Nem célja az, hogy a tablettákat osztályozni, vagy hogy rákeresni, hogy mi a 10/10-es tabletta. Itt van egy érzékeny dolog, hogy most mi ártalmat csökkentünk, vagy pedig reklámozunk, és ez természetesen itt az ártalomcsökkentés a lényeg, tehát hogy a veszélyeset megtalálni. Tablettapiaci változásokról már volt itt szó. A hőskorban ott körülbelül 100 mg-os tabletták voltak, tehát ez még a 90-es, 2000-es évek eleje. Néha amfetamin volt benne felütésként, koffein vagy egyéb inert anyagok, tehát úgy nem volt olyan nagy veszélyesség benne. A heroin például nem volt benne, bármilyen híresztelés ellenére. Ez az szokott lenni, hogy amikor valakinek furcsa élménye van, akkor rögtön elkezd materialistaként tippelgetni, hogy vajon milyen anyag lehetett az, ami nekem ilyen típusú élményt okozott, hogyha befáradtam tőle, akkor tuti heroin volt benne, stb. Tehát hogy ezek ilyen tippelgetések, sajnos ez manapság is megy, tehát hogy ennek semmi alapja nincsen, ugyanúgy nincs alapja, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez egy olyan 75 mg amfetamin volt körülbelül a tabletben, 75-80, tehát hogy ezek igazából megbízhatatlan információk, tehát nem is információ talán. 2005-től kerültek be piperazinok a tablettába. A piperazinok azok ilyen érdekes más típusú stimulánsok, gyengébbek, mint az amfetaminok. Új-Zélandon például hatalmas parti kultúra volt évekig csak is piperazinokkal, és ezeket elkezdték tablettába nyomni. Amit Petya említette, hogy az előanyag lefoglalás
illetve átállt a gyártás másik anyagokra, emiatt a tabletták eltűntek a piacról, ez körülbelül hát olyan 2005-10 között volt. A kristályos MDMA jelent meg helyette, tehát akkor már tabletták igazából kifutottak, és csak kristály volt helyette. Az új szintézis útvonal miatt olcsóbb lett az MDMA, ez is fontos, tehát egyrészt több is lett belőle a piacon, és egységárba, meg tabletta kiszerelésbe is, meg gram árba is sokkal olcsóbb lett az ecstasy. Új pszichoaktív anyagok megjelentek, ez is említésre került, mefedron már talán inkább később, először ezek a piperazinok, aztán később újabb katinon típusú stimulánsok, ki is voltak tablettázva, még Magyarországon is voltak úri emberek, akik ezt gondolom így kitablettázták, tehát volt hazai széria is ilyen más tablettákból. Olyan is volt, hogy tévedésből szintetikus kannabinoidot tettek a tablettába, erről majd fogok egy szlájdot mutatni. Illetve ami nagyon tipikus, hogy mostanában erős tabletták vannak a piacon, tehát 150-200 az eléggé elterjedt, még 300, sőt még annál több milligram MDMA is lehet a tablettákban. Ezért kell az osztóvonalat használni. És jellemző az is, hogy nagyméretű, tehát fizikailag nagyméretű, igényesen nyomott és színes tabletták vannak, például vannak két színű, amikor az egyik oldala az másik színű, mint a másik oldala. Ez egész érdekes gyártástechnológia, tehát tényleg így valahogy ilyen minőségben tényleg fejlődés volt ebben az utóbbi években. A darknet elterjedése szintén kihatott a piacra, úgyhogy most már nincsenek igazából olyan helyi tabletták, hogy itt a szomszéd házba préselték volna, hanem a darknet rendelés az azt jelenti, hogy egy pár nap alatt, hogyha van egy forrás, akkor a világon gyakorlatilag bárhol felbukkanhat pont az a típusú tabletta. Úgyhogy már a helyi adatbázisokban szokott ilyen lenni, hogy helyi adatbázis, hogy hol bukkant föl, de hát végül is teljesen mindegy, hogyha egy svájci, mondjuk egy egyesület közreadja, hogy milyen tablettát talált, akkor az nem azt jelenti, hogy csak Svájcban van az a tabletta, vagy ott lenne a legtöbb, csak éppen ott küldték be a betesztelő szolgáltatáshoz. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni, hogy globálisak a tabletták. Ennek mondjuk az a haszna, hogy ha valahol máshol a világon már éppen fölbukkant egy éppen olyan új tabletta, akkor az ad valamiféle, mint ahogy mondtam, nem megbízható, 100%-os, de valamiféle irányadó információt arról, hogy mi lehetséges, hogy van benne. Kistatisztikáztuk ezt a saját adatbázisunkat, még 2010-ig itt van a lényeges része, azt mondja, hogy itt, ahogy látszik, a lilával van jelölve, amikor MDMA-szerű hatása volt egy ecstasy tablettának, és akkor itt látszik így 2005 körül egyre több a piros itt. Tehát, hogy olyan beszámolók kezdtek jönni, amik arra utaltak, hogy nagyon nem MDMA-szerű volt a tabletta, és ez igazából folytatódott is az érezett rend. Itt is azért nagyon sok a piros, illetve egyre kevesebb beszámoló jött, és egyre több volt benne a piros. Tehát itt az volt, hogy igazából sokkal kevesebb tabletta lett a piacon, és azokban más dolgok voltak, mint MDMA. A rendőrségi statisztikák is ezt körülbelül alátámasztották, tehát itt is látszik például MDMA lefoglalásuk azok 2079 darab, míg MCPP, ami egy piperazin fajta, abból pedig ilyen 60 ezres nagyságú tétel volt a lefoglalás. Tehát, hogy egyszerűen átalakult a piac. Mik lehettek a tablettában? Szteroidok azok, hát ilyen gyúros dolgok, anabolikus szteroidok, amiket valami miatt szintén ilyen színes, nem, vagy kerek vagy nem kerek, tehát lehet szögletes, vagy más szívalakú, stb. Tablettaként szerelik ki, de ezekben anabolikus szteroid van, csak hát így megtévesztően hasonlítanak az ecstasyra, hogyha az ecstasynak az a meghatározás, hogy színes, valamilyen alakú és valamilyen logójú tabletta. Mondjuk a PEZ cukorkával nehéz összetéveszteni, de anabolikus szteroidokban vannak ilyenek, amik hát ha valakinek mondjuk buli után kinő a bajsz a nő létére, akkor valószínűleg valami tesztoszteronosat kapott be. MCPP, mint említettem, egy piperazin fajta, ezek nem voltak jók így tablettában, tehát ettől behánytak az emberek. Volt egy ilyen kínai jeles, amit kifejezetten volt a magyar piacon, és nagyon nem tetszett az embereknek. Ebből is volt sokféle. A BZP és más piperazinok szintén, amit mondtam, ezeket már ilyen partipillként még legálisan árulták is, úgyhogy ez lehet, voltak ilyen smart shop-szerű helyek, és a smart shopokba ott lehetett venni ilyeneket, és nem tudom, ekinél talán kicsit olcsóbb volt, de tehát úgy teljesen legális volt. PMMA egy amfetamin fajta, a PMMA-val az volt a gond, hogy
hogy olyan hatásai voltak, ami szintén veszélyes lehetett a használókra. Ez inkább a utóbbi évekre jellemző. Illetve az RC-k, ami a designer drogokat jelzi, Research Chemical néven, vagy új pszichoaktív anyagok, ezek is megjelentek tablettákban, ami a képen látható, azok igazából jó ecstasy tabletták, egyet kivéve kitalálja ki, hogy melyik az, amelyik műanyagabb, mint a többi. Hát igen, ezek erős ecstasy tabletták, de hát igen, tudva levőleg nem egy, hanem annyira jó minőség talán, mondjuk húskészítmény leszámítva, de hát. És az a lényeg, hogy itt a magyar piacra kifejezetten magyar gyártmányú RC-ket is kidobtak, tehát ezekben katinonok voltak, stb. Most ezt úgy kell azért elképzelni, hogy nem minden közegbe jut el minden ecstasy tabletta, hanem bizonyos buliknál bizonyos források vannak, és bizonyos buliknál mondjuk jó források vannak, míg más buliknál rosszabb források vannak. Tehát lehet, hogy például egy bizonyos zenei műfajnak a buliaira, arra soha nem jut el nagyon rossz minőségű tabletta, mert igazából sok a jó minőségű tabletta, és akkor senkinek nem érdekel ott rossz minőségű tablettát terjeszteni. Úgyhogy ezek ilyen kis szigetek gyakorlatilag, hogy melyik buliba, melyik szórakozóhelyen, melyik zenei közösség, stb.ben milyen típusú tabletták vannak. Voltak csúnya esetek is, volt ez a parametil 4-metilaminorex, amiből valószínűleg nem a tablettás kiszerelés, hanem így egyébként ez a valószínű injektáltan, volt sok haláleset Magyarországon, ez valószínű olyan volt, hogy nem tudták a fogyasztók pontosan, hogy mi érkezett a mefedron vagy valami egyéb helyett, és akkor ezt juttatták magukba, de ebből is volt tabletta, ez ebben a veszélyes. És a nagyon csúnya eset pedig az ADB Fubinaka volt, vagy hát jó, ez annyira nem csúnya, mert ebben nem haltak bele, de ez 5 évvel ezelőtt volt, amikor volt egy riasztás, hogy sok embert vittek be a Péterfi kórházba, egy olyan 20 körül, ha jól emlékszem, nem haltak meg, csak így teljesen ki voltak ütve, és mi másnap már a Dáton egy riasztást ki tudtunk adni. Volt olyan fórum olvasó, aki beírta, hogy ő is kipróbálta, és egy negyedet szívott orrba, és akkor attól kifeküdt egy ilyen fél napra. Tehát, hogy valószínű, hogy akik először kifeküdtek ettől a tablettától, amiben egy szintetikus kannabinoid volt, ami hát nem ilyen adagolásban volt a tablettába számva. Itt valószínű az lehetett, hogy a szintetikus katinont és stimulánst akartak belenyomni a tablettába, de hát összekeverték a fehér porokat, és esélyes, hogy a szintetikus kannabinoidból került bele olyan mennyiség, ami hát nem tudom, ezek ilyen 35-50 mg lehetett a mondjuk katinomból, és egy olyan mennyiség viszont ez már ilyen 1-2 mg-os adagolású szintetikus kannabinoidban már hát egy ilyen több tízszeres túladagolás. Úgyhogy kiadtuk a riasztást, a média az csak egy héttel később adott ki riasztást, az MTI, illetve a média, hogy valami gond van itt a bizonyos típusú tablettákkal. Mi azért közben elértünk több mint 26 ezer olvasót a Facebookon, illetve 137 megosztással mások is segítettek a riasztásba, tehát hogy veszélyes tabletta van a piacon. Itt szintén előjött ez a probléma, hogy az M1 bemondta, hogy ahogy ezen a fotón is láthatják, egy kékezzöld tablettáról van szó. Hát nem tudom, szerintem jó a színérzékelésem, de én mondjuk a Facebook színeit azt soha nem láttam zöldesnek. A kékezzöldet azt úgy odaraktam itt háttérnek. Ez egy eléggé világos kék tabletta volt, de hát nem tudom, kalibráljuk be együtt. És a legújabb fejlemények pedig a tablettapiacon azok, hogy kifejezetten sok az erős MDMA tartalmú tabletta, 175 fölött már kiszoktak adni, hát nem riasztásokat, de ott már egy figyelmeztetést odaraknak a tabletta mellé, vagy máshol ez a 200, ez a határ, tehát hogy 200 fölött az már kifejezetten erősnek számít. Itt látszanak is hát azt hiszem ez egy évvel ezelőtti táblázat, nem tudom, szerintem Lila Tomorrowland-essel talán még itthon is találkoztunk, látásból persze csak. És ezzel kapcsolatban jegyzem meg ezt a használd az osztót elvet, tehát hogyha hosszúkás a tablett, akkor mondjuk egyértelmű, hogy azon könnyű egy felező vonulat észlelni, de mindenféle egyéb alakú tablettán is van felező vonal, úgyhogy ha van rajta, akkor érdemes használni. A legkorrektebb az ez a fáraós,
amire rá van nyomva a felező vonal fölé, hogy warning, és alá pedig, hogy fáraó és 240 mg. Tehát valahogy így működne a fogyasztóvédelem, hogy ráírják, hogy mi van benne és mennyi. Tehát, hogy ez egy korrekt dolog. Persze itt bejön az, hogy igen, akkor valaki más ráírja kétszer annyit, amikor nincs is benne. Tehát, hogy persze ez is megbízhatatlan. Tabletta tesztelés a harmadik téma. Itt csak a színteszteléssel kezdjük, ami egy kis... megoldható úgy, hogy van egy kis ilyen tesztcső, műanyag cső, abban egy nagyon pici darab tablettát, tehát egy mágszemnyit beledobunk, és utána, vagy ebbe a csőbe már benne van egy csöpp reagens, ami gyakorlatilag kénsavból van, és ez a kénsav szétmarja a tablettát, és ahogy szétmarja, bizonyos színreakció keletkezik, attól függően, hogy milyen hatóanyag van a tablettában. Itt a másik képen látható, hogy ilyen körülbelül ilyen lilásra szokott színeződni, hogyha MDMA van benne, amit fordítva nem lehet értelmezni, tehát hogy nem azt jelenti, hogy ha lilára változott a teszter, akkor MDMA volt a tabletta, hanem ez csak a másik irányban működik, hogy ha MDMA volt a tabletta, akkor lilára változik a teszter. Ezt gondolom értitek, ezt a logikai nem oda-visszát benne. Tehát 100%-os biztonsággal nem tudja megmondani a színtesztelés, hogy egy bizonyos szín, hogy ez az egy bizonyos hatóanyagot jelentett. Vannak más anyagok is, amik lilára színeződnek, általában azok nem annyira szoktak tablettába lenni, tehát azért vannak valószínűsíthetőségi lehetőségek. Van egy írás a Dáton, a Ecstasy tabletta tesztelés, ezt esetleg, ha rákerestek, vagy a Dát könyvtárban meg lehet találni. Ezt még egy tizenvalahány éve írogattam, azt hiszem. Kék Superman csak egy példa arra a tesztelésre, tehát ez egy kék színű tabletta volt, három különböző reagenssel lett letesztelve, egy Marki, Mekke és Mandelin, a Magyarországon kereskedelmi forgalomban is kaphatók ilyen teszterek, a Gomoában lehet például kapni, ott azt hiszem Marki reagenst használnak, ez a legáltalánosabb, de azt hiszem lehet kapni többféle reagenst is. Itt az a lényeg, hogy kicsit előre szaladtam, lehet, igen, mert itt kezdődik, hogy lekaparva a tablettából három pici mintát, rácseppentjük a reagenst, akkor így fog kinézni. A másik képen kicsit a színeket megerősítettem, hogy jobban látszik a szín, tehát hogy inkább ilyen lilás, de a fény viszonyoktól is függ, és akkor ilyen kékes lesz a Mekke reagenstől, és ilyen, hát ilyen furcsa színű, amit szintén nincsenek szavak a színekre, ez lesz a Mandelintől. Tehát itt volt, igen, ezek, és utána ezt ki lehet nézni mindenféle megfelelő táblázatból. Itt látszik is, hogy a Markinak tényleg lilulnia kell a MDMA-tól, a Mekkének, hát itt zöldből kékre, hát ebben is vannak különbségek, és a Mandelinnek meg ennek a furcsa színűnek kell lenni. Hogyha három tesztert használunk, akkor még mindig nem biztos, hogy az most MDMA, MDE vagy MDA, mert ezek rokon vegyületek, ahhoz még további teszteket kéne használni, például ezt a Simons-t, hogy megkülönböztessük az MDA-t az MDMA-tól. Tehát ez egy elég részletes, de elég jó kis készletek vannak ilyesmire. Szóval ez egy hozzávetőleges teszt. Van egy másik módszer, ami szintén még a házi kategória, ez a vékony réteg kromatográfia. Ez van egy ilyen kis készlet többek között. Itt hát ez már egy ilyen labor módszer, mert itt végül is egy szilikonnal bevont kis alumínium lemezre futtatunk föl oldatot, és akkor ott meglátjuk, hogy milyen magasra szalad föl abban az oszlopban az a bizonyos hatóanyag, és ebből lehet tippelgetni, hogy akkor milyen, hát milyen gyorsan tud haladni egy ilyen közegben a bizonyos anyag. Erre vannak táblázatok szintén. Itt az a lényeg, hogy a tablettát feloldjuk, vagy tablettának egy nagyon pici darabját megfelelő mennyiségű oldószerbe feloldjuk, és egy ilyen nagyon pici vékony üvegcsővel rácseppentjük erre a lemezre, tehát ez körülbelül 10 centi magas, 5-6 centi széles, tehát egy ilyen pici lemezt kell elképzelni, és utána UV-fény alatt látszanak a cseppek, és itt látszik is, és utána azt nézzük meg, hogy egy bizonyos idő alatt, amíg beállítjuk egy oldószerbe, amíg felszívja az oldószert, akkor milyen magasra haladnak fel ezek a pontok. A koffeint szoktak használni referenciaként, tehát egy csepp feloldott koffeint rakunk mondjuk az MDMA mellé. Itt az volt a tesztben, hogy volt a koffein, mint referencia, volt tiszta MDMA, és utána volt a Supermanből kettő oldatcsepp, és itt látszik, hogy
A koffein az más magasságra futott fel, hogyha most ugye elfordítjuk a képet, viszont a szupermenes oldat az ugyanolyan magasságra szaladt fel, mint az MDMA. És utána még egy dolgot meg tudunk csinálni, igen, ez UV alatt van, hogy rácseppentjük most a valamilyen reagenst ezekre a pöttyökre, ahol megálltak, és ott is láttuk, hogy a Superman is ugyanolyan lila színűre változott a Marki reagenstől, mint a tiszta MDMA, amit referenciaként használtunk, második referenciaként. Szóval így működik a dolog. Itt ugyanez van egy kis teknőssel, tehát látszik, hogy van a tabletta, van az oldat, vannak a pöttyök, rá vannak rakva a lemezre, és utána azok így fölfelé UV alatt látszik, és felszaladnak, rácseppentünk, és a szép lila jelzi, hogy az esélyesen MDMA. Még amit ide kapcsolódik, ami már hát inkább már digitálisabb, két alkalmazás van jelenleg, amik kapcsolódik a drug checkinghez, illetve a tabletta adatbázisokhoz. Az egyik ez a No Drugs app, ez is egy nem olyan régen jelent meg, és itt is adatbázist le tud kérni, és lehet látni, hogy milyen tablettában milyen eredmények vannak, tehát a drug checking eredményeket, utána külön a szerekről tud információt adni, ártalomcsökkentési tippeket, stb. És a másik, ami pedig a Trip App, az pedig a Yoda nevű szervezet kollaborációjában lett kidolgozva, itt képviseltetve is van a szervezet, és ez egy új app, ez szintén erre van, hogy a bizonyos tablettákat riasztást, vagy egyáltalán információt adjon. Itt szintén lehet be lehet állítani, hogy milyen volt a setting, milyen bejuttatási módszer volt, hogyan adták el, tehát azt mondták, hogy figyelj, ez nem tudom, ez MDMA lesz, vagy valami más, és ott is szintén a szolgáltatásokat a bizonyos országban, ahol az illető tartózkodik, meg lehet nézni, hogy milyen szolgáltatások kapcsolódnak ártalomcsökkentéshez, illetve milyen jogszabályok kapcsolódnak abban az országban a szerhasználathoz. Úgyhogy ez is egy elég jó kis app, ezt le lehet tölteni Play Store-ról, meg az i-verzióról is, és a utolsó részben pedig ártalomcsökkentési tippeket szeretnék ismertetni. Itt ezek ilyen, hát ilyen kis poszter formájú, nagyon rövid infós dolgok, amit azt hiszem a belgák dolgoztak ki, igen, ez a Safe and Sound, egy ilyen belga ártalomcsökkentő szervezet. Ezeket szoktuk vinni fesztiválokra, vagy volt úgy, hogy vittük fesztiválokra, és akkor kirakjuk a fára, meg a stage mellé, és akkor amikor valaki bebambul, akkor belemegy az ártalomcsökkentési információ a fejébe. Úgyhogy ezeket még bemutatnám. Nem tudom, csinálhatjuk interaktívan, hogy ez ilyen oktatás legyen, ja nem, képzés legyen, ja nem, tájékoztatás legyen, és akkor én elmutogatom, és akkor mindenki mondja utánam, és akkor csinálja utánam, és akkor talán jobban megjegyzitek. Az első az, hogy így áll vizet. Így áll vizet. Jó. Második az, hogy ne keverd a drogokat. Csináljátok a kezetekkel, és jobban megjegyzitek. Ne keverd a drogokat. Jó. Törődj a barátaiddal. Köszönöm. Használj gumit! Igen. Ne vezessi. Betépve. Használj füldugót. Vigyázz magadra. Ne hagyd el a fejedet. Pihenjél. Ez kicsit tágabb mondjuk. Ne próbálj meg többet fogyasztani, mint amennyi elég neked, ezt most nem tudom rövidebben mondani, less is more, talán az a legjobb. Szólj az elsősegélynek, vagy a mentősöknek, hogyha észlelsz valami problémát, amit ne kockáztass, hogyha olyan dolog merül föl, ami potenciálisan veszélyes lehet, és tudd abba hagyni, valamint csillezzél. Ez szintén fontos a szünetek tartása, illetve az is fontos, hogy hűvösebb helyre menjen az ember, amikor valamilyen stimulánst használ. Ez egész egyszerűen, ez végülis egy neuro dolog, tehát voltak ilyen állatkísérletek, ahol a magasabb hőmérsékletű ketrecben tartott állatoknak nagyobb lett a neurotoxicitása, mint a hűvösebb ketrecben tartottak, tehát hogy a környezeti hőmérséklet az rosszul hat ki a neurotoxicitásra. Utána van ez ilyen, hogy tudd, hogy mit csinálsz, és az utolsó, hogy kezd lassan.
Ezek a tippek, amit mindenki meg tud csinálni saját magával is, illetve hát fel tudja hívni a figyelmét másoknak is, akikkel együtt bulizik, és még konkrétabban, amit ajánlunk, hogy óránként fél liter vizet érdemes inni, hogyha valaki táncol, meleg helyen van, stb. Természetesen, ha ül 3 órát a chillbe, akkor mondjuk annyira nem lényeges, de hogy ez az óránként fél liter, tehát egy kis palack méret, illetve hát amiben a PsyHelp is osztogatja a vizet, abból párat. Ismeretlen tablettából fél adaggal vagy annál kevesebbel kezdj. Ismeretlen tablettád eleve mondjuk egy kicsit már necces, de hogy ha nem tudjuk, hogy milyen, akkor a felezés az biztonságosabb, vagy kevésbé nem biztonságos. Használd az osztóvonalat, ha van. 2 órán belül ne vegyél be újabb adagot. Ez egy nagyon kezdő hiba, hogy bevettem, nem történt semmi, a biztos gyenge, be kell venni még egyet. Nagyon sokszor megtörténik, tényleg alapeset. A 2 óra az egy olyan elég jó határ, hogyha valaki nem éppen pacalpörköltel telítette meg a gyomrát, és arra veszi be a szegény extazi tablettát, aki ott a húscafatok között navigál, hogy jusson már el valamilyen jó metabolikus szervhez, akkor az a 2 óra az elég biztos, hogy 2 órán belül meg fogja érezni, hogyha van megérezendő. Tájékozódj a hatásokról, mellékhatásokról és kockázatokról. Hát erről ne a kezelőorvost vagy a gyógyszerészt kérdezz, hanem leginkább az ártalomcsökkentő csapatodat, illetve az internetet. És törődj a többiek szerhasználatával és állapotával is. Ez is fontos. Nagyon sok ember úgy megy buliba, hogy nézi, hogy mások hogy vannak, hogyha látja, hogy valaki gubbaszt, vagy valami zizeg nagyon, akkor azért oda megy, mondjuk megkínálja egy kis vízzel, stb. Pár szóval megkérdezi, hogy minden rendben van-e. Tehát ez az, amit mindenki meg tud tenni az ismerőseivel és az ismeretlenjeivel is. Ismerd a testedet, az elmédet, a szeredet és a forrásodat. Ez az Aerovid.org-ról származó általános ártalomcsökkentési tipp, illetve tudatos szerfogyasztási tipp, illetve már az utolsó, hagyd ki a szerhasználati alkalmat, ha nem érzed magad biztosnak. Tehát sokszor van így, hogy ó, nekem is kéne tolni, mert mások is tolják, de most igazából elég rossz paszban vagyok, de hát, hogyha már más is, akkor én is, nem aludtam már 2 napja, de azért még izét rátolok valamit. Nem érdemes igazából, lesz még alkalom, valószínűleg most elvileg 2020-ban drogmentes Magyarországnak kéne lenni. Szerintem azért még lehet, hogy lehet találni drogot Magyarországon. Jó, és hogyha buliban probléma van, akkor hívd oda a DAT2 PsyHelp csapattagokat is, illetve el kell mondani, hogy persze van Magyarországon egy olyan talán 15 egyéb csapat is, akik azért járnak néha napján buliba. Szerintem a mi csapatunk az egyik legaktívabb és legnagyobb, és Budapesten majdnem exkluzív, egy Tiszta Jövőért Alapítványnak a Tiszta tímjével együtt vagyunk 2 Budapesten. Úgyhogy azt hiszem, ennyit akartam, ezek így érdekesen ugrálnak. Még egyszer. Ami ugrik, azt olvassátok el. Jó. És köszönöm a figyelmet, és akkor töltsétek meg a táncteret biztonságosan, és vigyázzatok magatokra is, meg egymásra is. Köszönöm.